A helyes írási szabályok változása a mezőkövesdi tanárok és diákok életére is kihat. Utoljára 30 évvel ezelőtt módosultak a magyar helyes írás szabályai, idén szeptembertől azonban a Magyar Tudományos Akadémia változtatott az eddigieken. A szabályváltozások mindenki életére hatnak, ám a gyerekeknek új előírásokat kell megtanulniuk, a mezőkövesdi tanároknak pedig már az új szabályzat szerint kell oktatniuk. A Szent László Gimnázium magyar munkaközösségének vezetője szerint nincsenek rendszer szintű újdonságok, inkább apróbb, megengedő módosításokat vezettek be. Azt gondolom, hogy az első feladatunk az lesz, hogy ebben az évben az írásbeli érettségi javítási értékelési útmutatóját nagyon pontosan át fogjuk nézni, mert mi arra számítunk, és úgy tudjuk, úgy hallottuk, hogy egészen 2017-ig még nagyon megengedő és elfogadó lesz, tehát javítani fogjuk ezeket a hibákat, de nem vonunk le pontot, de nyilván fel fogjuk hívni a figyelmet az alapvető változásokra. Az idén érettségiző diákok nem aggódnak, de ügyelni fognak helyesírásukra, s tájékozódnak majd a változásokról. Próbálok nagyon sokat olvasni és fejleszteni a szókincsemet, de hogyha valamely szót nem ismerem, akkor próbálok szótárt használni, vagy az interneten rákeresni. Alapvető és kéznél levő a helyesírási szótár, de a Google-ben vagy más helyesírási oldalakon próbálok utána nézni. A diákok szerint azonban lesz olyan, akit nem érdekelnek majd a módosítások. Aki eddig nem tudott helyesen írni, szerintem ezek után sem fog tudni, hogy ha meg tudjuk, mit változtak, viszont akinek van érzéke hozzá, annak is újra kell tanulni, vagy magolni, vagy újra alkalmazkodnia kell, hogy helyesen tudjon írni, és elfogadott legyen az, amit ír. Az érettségihez egyébként az iskola biztosítja a helyesírási szótárakat, ezeket a következő években le kell majd cserélnie az intézménynek.